104 Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét kívánok, velünk történt magazinműsorunkat hallják, és a vasárnapi adás első blokkja minden héten a hét embere, amikor is hangot adunk az eredményeknek. A telefonvonal túlsó végén egy fiatal hölgy, akinek gyönyörű szép eredményei vannak, mind sportban, mind szerintem abban, amiről fogunk beszélni, méghozzá az Elite Challenge. Priskin Niki itt van a vonal túlsó végén. Hello Niki! Sziasztok! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre állsz. Figyelj, mit szólsz hozzá, hogy te lettél nálunk most a hét embere? Köszönöm szépen a lehetőséget, nagyon megtisztelő és meglepettő szintén. Igen, és hát amikor én megtudtam, hiszen egy újság címlapján láttalak, illetve kaptam a képet, és én mondom, hogy hű, én ezt a lányt ismerem, hát azonnal keressük fel, nagy nehezen. Egy internetes portálon keresztül, mármint egy alkalmazáson, az Instán, mondjuk ki, az Instán keresztül megtaláltalak, és most itt vagy velem adásba. Hát Niki, szívből gratulálok neked, méghozzá az Elite Challenge-hez. Nagyon szépen köszönöm. Mindjárt rátérünk erre, de azt elmondom a hallgatóknak, hogy hát régóta ismerlek téged, hiszen Békés Csabán sportolsz, még mindig, hogyha jól tudom, hogyha az egyetem engedi, mert most ugye jelenleg a Szegedi Tudományi Egyetem hallgatója vagy, de mit sportolsz, mióta? Thaiboxolok lassan 7 éve. Thaibox. Hogyan kerültél kapcsolatba? Hát fiatal, nem mondhatom, hogy törékeny hölgy vagy, mert azért odaállsz bárki elé, de hogyan kerültél kapcsolatba? Jogos a kérdés, mert én nagyon sokáig táncoltam, óvodában még balettoztam is, aztán gimnázium elején egyik osztálytársam mesélt a thaibox edzéseiről, és megtette. Egy kihívást láttam benne, kipróbáltam, aztán beleragadtam. Igen, és hát többször több küzdősport gálán én már konferáltalak is, sőt, még voltál nekem segítség is, mint időmérő. Úgyhogy dolgoztunk együtt elég sokat. Merre szoktál edzeni, hogyha időd engedi? Békés Csabán az Energy Gymnél, Bicsonyi Károlynál, Szegeden crossfit edzéseken veszek részt. És akkor most ugye nincsenek versenyek, vagy hogy van nálatok? Hiszen te azért versenyeztél elég sokat, nem? A túlzás, hogy sokat, nehéz volt ellenfelet találni a kategóriámban. Kevés lány van, meg kell mondani. Mi a kategóriád? Én 65 kilóban indultam, de ahogy én észrevettem, alapból kevés lány tűzi ezt a sportot. Igen, hát a thaibox az nem éppen egy ilyen lányos, vagy ez hogy van? Mit tapasztalsz? Hát, én is ezt tapasztalom. Edzésen is kevesen vagyunk lányok, van, hogy nem is járnak lányok. Én is ezt tapasztalom. És a thaibox az az a küzdősport, nem amikor például ilyen rendes thai zenére vonulnak be, vagy ez nem az? Muay thai, igen. Hú, ez nagyon komoly. Niki, hát akkor versenyeid voltak, eredményekről esetleg tudunk beszámolni? Világkupán egyszer második helyezetet értem el. Volt, mikor első országos bajnokság, első helyezett, azt hiszem így ezeket tudnám kiemelni. No, hát szívből gratulálunk neked, és akkor most ugye azt említetted, hogy így az egyetem miatt annyira nem mennek a versenyek se, meg az edzések se, most ott Szegeden crossfitelsz, és akkor most az egyetemre térjünk rá. Milyen szak, hanyadéves, hogy vagy? Hanyadéves vagyok, most fogok diplomázni angol-francia szakon. Eddig az volt a terv, hogy tolmács és fordító leszek, kicsit fordult a kocka. Ez a képzés után, a vadászpilótának fogok jelentkezni a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, és most ez a terv. Niki, nem már. Hát ilyeneket tudok meg, hogy te vadászpilóta szeretnél lenni. Hát igen. Figyelj, hogy állsz itt a nagy-nagy sebességgel, a magassággal, a G-terheléssel? Mondjuk azért, hát aki küzdősportol, az bírja a nyomást, de itt figyelj, súlyos gék nehezednek egy vadászpilótára, tehát a testsúlyodnak 5-6-szorosa. Így van. De ezekre te így fel is vagy készülve, és ez már el van döntve, te vadászpilóta. Igen, ha a körülmények is engedik, akkor így lesz. Tökéletes. Említetted az angolt, franciát, mondj már valamit franciául, köszönjük már a hallgatóinkat. Zsümapelniki. Akkor én Zsümapel Norbert? Így van. Hát még ezt is megtanulom itt az interjúban. Niki, hát tök jó veled beszélgetni, tényleg nagyon jó dolgokat tudok meg, és figyelj, hogyha hazajössz, esetleg összefutunk az utcán, nem kapok egy nyaklevest, hogyha elmondom, hogy hány éves vagy, ugye, hiszen ez az újságban is megjelent. Nem tudok. Jól van, 21 éves vagy, és figyelj, ilyen eredményekkel, meg ilyen múlttal, meg most vadászpilótának készülsz, hát szívből gratulálunk, és szép sikereket, további jó egészséget kívánok, és most jön, ami miatt felkerestelek, és ami miatt te lettél a hét embere, hogy Priskin Nikolett 21 évesen teljesítette az Elite Challenge programját, ami katonákkal szemben támasztott követelményekre épül. Most idéztem a Békés megyei hírlap cikkéből, hát figyelj, ez nagyon kemény, Niki, ez honnan jött neked? Ez az Elite Challenge.
Hát még annó 2016-ban hallottam először a programról, akkor voltam ugye 17 éves, és hát ez ugyanúgy megtetszett, mint a K1, egyből egy, mondhatom így, egy ilyen láng lobbant bennem, hogy ezt nekem ki kell próbálnom. Hát 17 évesen, alapból 18 éves kortól lehet jelentkezni a programra. Hát gondoltam, még egy évet várok, nekem ez még akkor is így sok lett, és hát így aztán elraktároztam ezt a dolgot, hogy jó, majd egyszer talán, és akkor idén a karantén alatt láttam egy cikket, egy kiírást, hogy ugye a Covid miatt eltolták a végrehajtás határidejét, és akkor gondoltam, hogy na, akkor most talán egy ilyen nagyon hirtelen ötlet volt, mert elküldtem a jelentkezést, aztán így gondolkoztam, hogy ezt nem gondoltam át, hogy ez tehát nem kellett volna, de már nem volt tiszta út. Ez nagyon durva, hallott. Hát figyelj, én nem találok szavakat. Hát hol volt ez? Hány napon keresztül? Miket csináltál? Ortina Rácz-anyám került megrendezésre. 5 nap volt, 120 óra. És ugye, mint említetted, az elit katonákkal szembeni követelményeket vették alapul. Nekik a kiválasztó programjukat, ami nekik ez egy többhetes procedúra, nekünk ugye 5 nap volt, akkor itt fizikai és mentális terhelés alatt voltunk 0-24-ben, tényleg egy szabad percünk nem volt. Talán az utolsó hosszú menet előtt volt 1-2 óránk ilyen aktív pihenésre, hogy akkor a felszerelést rendezni, a lábunkat lápolták az orvosok, kicsit pihentünk, mondhatni a pihenésnek. Hát ez nagyon komoly, és rendesen itt, hogy nézem ezt a képet, mi ez, puska a kezedbe, vagy mi az? Egy fegyvermakett, ez csak egy makett, 4 kilós volt, és nagyon kényelmetlen, és megkeserítette az 5 napunkat. Voltak vele ugye feladatok, illetve mindig vigyázni kellett rá, mert hogyha őrizetlenül hagytuk, vagy akár csak legugoltunk, tevékenykedtünk valamit, és akár nem kötöttük a lábunkra, vagy nem értünk hozzá, akkor jött egy szemfüles instruktor, elvette tőlünk, és akkor ezért büntetést kaptunk, vagy egyénileg, vagy csapatba. Mennyien indultak ezen? 23-an. És mennyien hajtottátok végre? 80. Hű, ez nagyon komoly. Niki, hát le a kalappal előtte. Tervezel a jövőben is ilyeneket, vagy ez egy életre elég volt? Konkrétan ez egy életre elég volt. Otthon is reménykedve mondták, hogy ugye többször ezen nem indulsz, ezen biztos, hogy nem. Ez így elég volt, de hasonló megmérettetésen tervezek. Még nem tudom, hogy pontosan mit, de szükségem van ezekre, úgy látszik. Igen, azért így, ahogy mondod, te ennyire mondjuk nem ismertelek, de ilyen elég pörgős lány lehetsz, és kell neked a kihívás. Így is mondhatjuk, igen. Niki, hát ez figyelj, egy élmény volt. Én örültem neki, hogy ezt el tudtuk mondani a hallgatóinknak, és tényleg, hát nagyon büszkék vagyunk rá, hogy 21 évesen ezt teljesítetted. Lányok, mennyien voltatok? Ha jól tudom, 8-an regisztráltak, de csak 5-en jöttünk el, és végül 2-en teljesítettük Malesevics Lilivel. Tehát 23 nevező volt. Így van. 8-an hajtottátok végre, és abból 2 lány. Igen, igen. Nagyon durva. Niki, szívből gratulálunk neked, további szép sikereket kívánunk, jó egészséget, és aztán a vadászpilóta karrieredhez pedig minden jót, és bízunk benne, hogy hamarosan már úgy tudunk beszélgetni itt a Rádió Egyen, hogy elkezdted az oktatást. Úgyhogy köszi! Nagyon szépen köszönöm. Ez a Velünk történt itt a 104 Rádió Egyen, kollégám Oszlács Norbert az elmúlt percekben Priskin Nikolettel, a 7 emberével beszélgetett. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk. Velünk hamar